Tisztelt emlékezők! A magyar nemzeti emlékezetben a történelmi Magyarország számos városához kötődően Pozsonytól Kolozsvárig, Kőszegtől Nádorfehérvárig sorolhatnánk a sorsdöntő csaták és nemzeti létünket máig meghatározó dicső vagy gyászos események színhelyeit. Amikor a királyi napok megnyitása előtt, a királyi napok előestéjén és majd a programok keretében megidézzük városunk, Székesfehérvár múltját, elfogultság nélkül tudunk emlékezni kivételes történelmi szerepére, hiszen szent helyen állunk, a székesfehérvári Nagyboldogasszony Bazilika számos magyar király koronázási temploma volt. Királyaink azonban nem csak uralkodásukat kezdték meg itt, hanem a rendelkezések szerint a bazilika területén leltek végső nyugalomra. Így 8 árpádházi királyunk, 2 árpádházi herceg, továbbá számos nagy király, királyné, hozzátartozóik és főúri méltóságok örök nyugvóhelye városunk, Székesfehérvár. A királyi alapítás, valamint a királyi koronázás és temetkezőhely kiváltságos rangját viselő város tisztelettel őrzi, és évről évre ünnepli azoknak az uralkodóknak az emlékét, akik az évszázadok során európai rangra emelték, európai tényezővé tették Magyarországot, országunkat. Jelképes és fontos üzenetet is hordoz, hogy itt az Osszárium mellett nyitjuk meg a királyi napokat, mert hogy a csontok az emberi test tartó oszlopai, itt eltemetett uralkodóink, pedig jelképesen nemzeti múltunk, magyarságunk és európaiságunk történelmi tartó oszlopai. Éppen ezért ez az Osszárium szent hely, ahol véres és dicsőséges századok királyainak csontjai, porladó testük maradványai méltó módon maradhatnak fenn az utókor számára. Mi, fehérváriak, így emlékezünk ezer éves államiságunkra, a magyar történelem és közös múltunk minden pillanatára. Tesszük ezt azért, mert a múlt ismeretének és tiszteletének hiánya az egyénre, de a nemzet egészére nézve is veszélyes, mert ha nincs mire visszatekinteni, ha nem lehetséges miből erőt meríteni, akkor az egyén, de az egész nemzet is elveszíti fennmaradásához szükséges legfontosabb tájékozódási pontjait. Nemzetünk fennmaradásának jegyében minden királyunk, de augusztus 20-ához közeledve különösen államalapító Szent István királyunk emlékét örökké megőrizve tisztelettel hajtunk fejet, nem csak a csontok, a földi maradványok, hanem királyaink nemzetünk történelmében betöltött szerepe és művük előtt is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!